A 90.9 Jazzin Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunkat hallgatják. Köszöntöm Önöket, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Mabel Katz, a Ho'oponopono nevű ősi hávai módszer világszerte ismert tanítója, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Good morning. You're listening to Dr. Jazzy. My guest today is Mabel Katz, world-renowned teacher and practitioner of Ho'oponopono and ancient Hawaiian problem-solving method. Mióta utoljára találkoztunk, egyáltalán nem nyugodott meg a világ, sőt, tulajdonképpen sokkal több nyomasztó és tragikus esemény történt a világban, mint amire számítottunk talán tavaly ilyenkor. Ez tulajdonképpen számomra egy kicsit azt is jelenti, hogy mindenki másra mutogat a világ eseményei miatt. De mit jelent most az egyén felelőssége a tekintetben, ami a világban zajlik? Miért van egyre több tragikus esemény? Since we met last time, unfortunately, we're not experiencing any more peace in the world. Actually, it's quite the opposite. There have been more tragic events happening than we were expecting at your last visit last year. And I think for me it also means that everyone is blaming everyone else for everything that's happening. And so my first question would be, what do you think the individual's responsibility is now in all this, and why are we experiencing all these tragic events in such numbers? I think what we call bad, or what we call we are getting worse, is actually good. Véleményem szerint, amit nagyon gyakran rossznak, vagy egyre rosszabbnak címkézünk föl, az tulajdonképpen jó, jóként is elfogható. It's time to wake up. It's time to take responsibility. It's time to work on ourselves. Mert azt is jelenti, vagy arra hívja fel a figyelmünket, hogy itt az ideje felébredni, felelősséget vállalni, és elkezdeni önmagunkon dolgozni. It's time to stop blaming. It's time to take responsibility and start changing. The change starts with us. Tehát azt is megmutatja, hogy itt az ideje, hogy abba hagyjuk egymás hibáztatását, felelősséget vállaljunk a körülöttünk történő eseményekért, és elkezdjünk megváltozni, hiszen a változásnak mindig velünk és önmagunkban kell kezdődnie. So we cannot put it underneath the carpet anymore, you know, shove it underneath the carpet and ignore it anymore. Tehát nem tudjuk már ezeket a problémákat a szőnyeg alá söpörni, és nem tudomást venni róluk, ahogy idáig tettük. This is a new paradigm, this is a new era, and what worked before is not gonna work anymore. Új időket élünk, új paradigma lépett életbe, és ami idáig működőképesnek tűnt, az most már nem fog működni többé. So all this is coming up for us to erase. These are replay memories. És pont azért történnek ezek a dolgok, és azért történnek ilyen számba, hogy elkezdjünk, ráébredjünk, hogy el kell kezdenünk tisztítani és törölni az ehhez kapcsolódó emlékképeket. So we've been replaying memories for eons of, you know, lifetimes. But this is a very important one, where we can really erase and we can really change the world. Hiszen emberöltők óta ugyanazokat az emlékképeket játsszuk újra és újra, és most nagyon fontos időszakhoz érkeztünk el, ahol olyan fontos emlékképeket tudunk törölni, amivel valóban meg tudjuk változtatni a világot. We have to get serious. Azonban ehhez komolyan el kell kezdenünk dolgozni ezen. But the good thing is that we can change it. De a jó hír viszont az, hogyha ezt elkezdjük, akkor valóban tudunk változást elérni. And it could be easy. És ez nagyon egyszerű lehet. Biztosan nagyon sokan nézik azokat a szívszorító képeket hozzám hasonlóan, ami például a gyerekáldozatokról szóló felvételek, dokumentumfilmek, és nem csak a háború áldozatai, hanem A gyerekszegénységnek nagyon sokféle formája, az éhezés, az, ahogy nem jutnak hozzá alapvető dolgokhoz gyerekek a világban. Az ember elgondolkodik rajta, hogy ők olyan tényleg előre eltervezetten meghozták ezt az áldozatot, ahogy mondjuk nagyon sok spirituális irányzat mondja, vagy ez egy olyan áldozat, ez egy olyan szerep, amelyre igazából senki nem volt felkészülve. I'm sure I'm not the only one that feels heartbroken when I and others see pictures and documentaries depicting children in war situations and also, you know, children living in extreme poverty, starvation. And it makes me wonder if they really took upon the role before they arrived to become victims and sacrifice themselves for us, or is it a role that no one is expecting to take before they come to this life? Yeah. So one of the most important things that we need to realize when we wake up is that we are not a body. So these children are not a body. It's not a physical. These are really advanced souls. Yes, that maybe chose that role in order to wake us up. Amikor fölébredünk, akkor általában mindannyian rádöbbenünk, hogy ez a fölébredés része, hogy nem testek vagyunk. Tehát ezek a számunkra gyermekként megjelenő lelkek sem testek, hanem nem fizikai, csak fizikai valóságuk is van, de valójában nagyon magas szinten lévő lelkek, akik valóban felvállalták ezt a szerepet, mielőtt megérkeztek. Very important that we don't see them as victims, and we don't see them outside of ourselves. Nagyon fontos azonban, hogy ne áldozatként tekintsünk rájuk, és ne rajtunk kívülálló lényekként, emberekként. So if I see this as something terrible happening, I have to work on myself. What is it in me that this is happening? Instead of seeing like outside of myself, oh my goodness, poor thing. Tehát amikor ilyen számunkra szörnyűségként megél dolgokat látunk, akkor ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Uramisten, szegény gyerek, szegény gyermekek, micsoda sorsuk van, magunk felé kell fordulnunk, és azt kell megnéznünk, hogy bennünk mi van, ami ezt a helyzetet előidézte. So if I'm okay, these children will be okay too. They are showing me what is it in me that I need to change. Mert ők azt mutatják meg, hogy bennünk mi az, aminek változnia kell, hogy a helyzet megváltozhasson, és amikor ezt elérjük, és rendbe jövünk magunkkal, akkor a gyermekek is rendben lesznek majd. So this is the most important thing that we need to get, that actually there is nobody out there. But I'm experiencing, I'm just watching a movie of things that are happening inside of me. Tehát ez talán a legfontosabb dolog, amit fel kell ismernünk, fel kellene ismernünk mindannyiunknak, hogy nincsen rajtunk kívül senki. Tehát tulajdonképpen minden, amit látunk, az egy film, ami azt mutatja be, hogy bennünk, a mi belső világunkban mi zajlik. This is why I'm saying is it would be easy to change if we take responsibility and we change. És ezért mondom, hogy nagyon könnyű lenne változtatni, hogyha fel tudnánk vállalni ezt a felelősséget, és saját magunkban előidéznénk a változást. Because whatever is playing in me and I erase, it gets erased from everybody. As I change, everything changes. Hiszen minden, amit magamban törlök, mindenki másból is törlődik, és ha én változni tudok, akkor minden más is megváltozik körülöttem. Manapság rengeteg olyan önsegítő csoport van Magyarországon is, meg persze a világban is, ami a halál feldolgozásával, a gyásszal foglalkozik. Persze a gyásznak sokféle formája van, tehát a válástól kezdve egészen valaki elveszítéséig. Mi a Ho'oponopono legfőbb tanítása azon túl, amit most Mabel elmondott, azoknak, akik gyászolnak, hiszen ott egy olyan személyes vonulat van, ami nem biztos, hogy ki tud nézni a fájdalomból, ami nem biztos, hogy meg tudja érteni azt, hogy ez egy önmunka, mert lehet, hogy annyira mélyen érinti, hogy képtelen a gyászt ilyen módon feldolgozni, hogy lehet nekik segíteni. We can see more and more self-help groups forming in Hungary and also all over the world these days that aim at trying to help people come to terms with loss and mourning. And here I mean, of course, a divorce can be a loss and you have to mourn it, but also when you lose somebody that is important to you. What do you think the most important teaching of Ho'oponopono is in this regard, and apart from what you've already mentioned, how can people come to terms with losing somebody? How can they mourn somebody when sometimes when you lose somebody you're so deeply touched that you cannot really understand, that you have to work on yourself because you cannot really see objectively because of the pain that you're experiencing? Actually, you know, I do teleclasses for my members every month, and the theme for this month is death. Érdekes a kérdés, hiszen a szervezetem követőim tagsága számára teleklászokat, kurzusokat is tartok. Minden hónapban van egy ilyen foglalkozás vagy ülés, és a mostani hónap témája pontosan a halál. Understanding death for what it really is, that is, because it's not what we understand, it's not what our intellect understands. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lépés ebben a folyamatban a halálnak a megértése, hiszen a halál nem az, amit az intellektusunk annak vél. Okay, so again we go back to who am I? Yeah? We are not the body. So this is kind of, we are here temporarily. We are here because we are learning. We are here because we have a mission, we have a purpose. És itt megint csak oda kanyarodnék vissza, hogy azt kell ehhez is elsődlegesen megértenünk, hogy kik is vagyunk, hogy nem fizikai testünk vagyunk, és csak időlegesen, egy időre vagyunk itt, azért, hogy tanuljunk, hogy egy küldetést beteljesítsük, hogy a célunkat megtaláljuk és kiteljesítsük. So it's very important that we realize that when we pass is that we leave this body, but it's a part, it's only the body is like a vehicle that we take in order to be here, but that is not who we really are. És hogy amikor elhagyjuk ezt a világot, akkor csak a testünket hagyjuk el, ami tulajdonképpen szinte járműként használunk az itt létünk során, de nem a testünk az, akik valójában vagyunk. So death is like transformation, so we don't actually disappear. És amikor meghalunk, akkor nem eltűnünk, csak átalakulunk. It's like we are still here, but in a different plane, in a different frequency, in a different vibration. És attól függetlenül, hogy a fizikai testünk nincs már itt, még mindig itt vagyunk, csak egy másik síkon, egy másik frekvencián, vagy rezgés szinten vagyunk jelen. Some people go from our life either because they completed their mission or their purpose here, and sometimes they go because we need to realize that we need to realize that we can do it without them. Attachments are not good. És sokszor azért ér valakinek véget a fizikai testének az itt léte, mert már beteljesítette a küldetését, elérte a célját, és nagyon sokszor azért tűnnek el az életünkből, mert nekünk kell azt felismernünk, hogy nélkülük is tudunk létezni, hiszen nagyon sokszor a rendkívül erős kötődések nem szerencsések. So losses are always a blessing in disguise. Úgyhogy ilyen szempontból a veszteségek mindig tulajdonképpen áldásnak is tekinthetők, csak nem mindig ismerjük. It makes us, they help us to become stronger, better people. Hiszen nagyon sokszor megerősítenek bennünket, és jobb emberré válunk attól, hogy ezen átmentünk. Unless we choose to see ourselves as victims. Yeah? Kivéve, hogyha nem így éljük meg a helyzetet, és áldozatként tekintünk magunkra. If we choose not to learn from it, not to grow from it. És hogyha nem tanulunk belőle, nem növekedünk ezáltal. Akkor másként is kérdezek a halállal kapcsolatban. Sokan azt mondják, hogy nem a haláltól félnek, nem az átlépéstől, hanem az odavezető folyamattól, a haldoklás folyamatától félnek. Én magam is elveszítettem egy hozzám nagyon közel álló embert, akinek láttam ezt a folyamatát, és ez egy szenvedéssel teli folyamat volt, és sok ilyet láttam egy kórházban, meg sok ilyet láttam évek alatt. Annyit gondolkodtam rajta, hogy mi értelme van egy ilyen szenvedéssel teli haldoklásnak, ami napokon, heteken, hónapokon tart. Mit tanulhat ebből maga az elmenő? Mit tanulhat a család? Valaki azzal vigasztalt, hogy ilyenkor sok terhet letesz az, aki eltávozni készül, de ezt nagyon nehéz megérteni. Hogy a szenvedés az tulajdonképpen egy fizetség. Nem fizetség, hanem érted, hogy mit akarok mondani, hogy szenvedéssel letesz valamit. Let me rephrase my question just a little bit to still concentrate on that. A lot of people that I've met say that they're not actually afraid of death itself, or, you know, stepping from this world to the next, but the process of dying. I personally lost someone very important to me recently, and it was a very, and I went through the whole process with him, and it was a very intense process and period filled with suffering, and I've seen a lot of this in the hospital when I was visiting, and I can't really see what the person dying can learn from all this suffering and extreme trauma, and what the people around them can learn from this. And someone was trying to, you know, help me understand, and they said that while a dying person goes through all this suffering, they're actually putting down some burdens, they sort of paying the price for some things that they might have done. Is that so, in your opinion? Well, first of all, I realized it was something personal when you asked me. Már amikor kérdezted, vagy erre terelted a szót, éreztem, hogy valami személyes érintettséged van. But when, let me put it to you this way. We don't know what is right for us. There is no way we could know what is right for the other person. Talán azzal kezdeném, hogy még magunk, azt sem tudjuk általában tisztán látni, hogy számunkra mi a helyes, azt végképp nem tudjuk soha, hogy egy másik ember számára mi a helyes. So we are all making choices all the time, 24 hours a day. A nap 24 órájában folyamatosan döntéseket hozunk. So let's say we get sick, yeah? So we make a choice how we are going to react to that sickness. Are we going to engage with the sickness? We are going to see ourselves as victims. We are going to suffer, or we are going to let go. Tehát amikor egy betegség ledönt bennünket a lábunkról, akkor is döntünk folyamatosan. Tehát dönthetünk úgy, hogy hagyjuk, hogy ez a betegség eluralkodjon rajtunk, hagyjuk, hogy áldozattá váljunk és szenvedjünk, de dönthetünk úgy is, hogy elengedjük ezt. So opportunities come into our life not because they are punishments, but they are opportunities, but we are always choosing. So depends on the choices that I make. I go through suffering, or I go through being sick, but no suffering. For example, pain is inevitable. Suffering is optional. Tehát minden, ami történik az életünkben, az lehetőség. Sosem büntetésként kapjuk. A mi döntésünktől függ, hogy ebből a lehetőségből mi fog kialakulni. Lehet ez szenvedés, de lehet ez egy olyan állapot is, ahol ugyan betegek vagyunk, de mégsem szenvedünk. Hiszen a fájdalom maga az adott, az elkerülhetetlen, de az, hogy ettől szenvedünk-e, az a mi választásunk. And there is no right or wrong. There are different choices. And if you chose to suffer next to that person, it was your choice to suffer too. It's a choice that you made. És ez soha nem helyes vagy helytelen döntésként kell felfogni, hiszen ez csak egy választás, és hogyha a haldokló mellett valaki úgy dönt, hogy vele együtt szenved, az is az ő döntése, amit meghozott mielőtt. So in Ho'oponopono we said, okay, so you have a sickness, you are going through something, you can choose to let go and let God. So you allow God to help you to go through it. Maybe the sickness is there, but you don't have to suffer. You can be at peace with it. Úgyhogy a Ho'oponoponóban ezzel kapcsolatban azt szoktuk mondani, hogy ha egy betegséggel találjuk szembe magunkat, akkor dönthetünk úgy, hogy elengedjük, és Istennek átadjuk az irányítást, hogy segítsen ez átvészelnünk, ezen átmennünk, ezen a folyamaton, és lehet, hogy a betegség attól még megmarad, de mégis békében tudunk lenni ezzel az állapottal. And I think as you are going through the death also, it's a way of how you live your life, the choices, and it's a reviewing, yeah? You have all that time to do a review of your life and everything. And I guess everything comes to you at once. Let's put it to you that way. És azt gondolom, hogy ez a folyamat bizonyos szempontból tükrözi, tehát az életünk végén a haldoklás, azt is, ahogy éltük az életünket, a döntéseinket, a választásainkat, tehát tulajdonképpen ebben az időszakban hirtelen mindent újra megvizsgálhatunk, mindenen újra átmehetünk, ami az életünkben történt vele. But even in that point you can make different choices, but it's up to you. Nobody can do it for you. De még ebben a szakaszban is lehet más döntéseket hozni, mint amiket korábban az életünk folyamán tettünk, azonban ezeket a döntéseket, választásokat csak mi magunk tehetjük meg, senki más környezetünkben ebben nem segíthet. And many times we don't realize that we put things or people in boxes, you know, and we say this is a victim, this one is suffering, this is, I don't know, this is poor, this is rich, this is... So we put these people in boxes, and they have to act based on what we say they are, or how they say they are. So if we said he's a victim, he's a victim, or she's poor, or because I'm saying so. És nagyon sokszor mi magunk vagyunk azok, akik beskatujázzuk, felcímkézzük a körülöttünk levőket, hogy az egyik áldozat, a másik szenved, a harmadik szegény, a negyedik gazdag, és nem veszük észre, hogy nagyon sokszor emiatt látjuk őket annak, vagy emiatt befolyásoljuk azt, hogy hogyan tűnnek fel a mi szemünkben, tehát az előre kialakított véleményünkkel. When you have somebody that is suffering, you have that choice to make of letting go and letting God, and say, well, for whatever is in me, God, I'm giving it to you. You know, so you do the work, and as gets erased from you, it gets erased from the other person. So that's really the way to help other people. Not worrying about it. Yeah. Tehát, hogyha valaki szenved a környezetünkben, akkor mi magunk is meghozhatjuk azt a döntést, hogy elengedünk mindent, és átadjuk Istennek az irányítást, a segítségre lehetőséget adunk, és amint belőlünk törlődik valami, az belőle is törlődni fog, tehát így tudunk segíteni bárkinek, semmiképpen sem a folyamatos aggódással. Hogyha ezt egy kicsit az élet felől közelítjük most meg, ugye arról beszélt már az előbb, hogy választásaink sokaságával éljük a mindennapokat, és erről eszembe jutott az egyik kedvenc idézetem Babics Mihálytól, és Babicsnak van egy verse, aminek két sora úgy szól, hogy minden vágyad, Isten szava benned, mutatva merre rendelte menned. Hogyan lehet ezt lefordítani mindarra, amit Mávő képviselés tanít? And if you look at this same issue, but we concentrate on the life part, and since you mentioned that we're making choices 24 hours a day, this reminded me of a famous quote by a famous Hungarian poet, which could be roughly translated into English as the following. all your wishes inside you are God's words telling you what was pre-decided for you before you came. How could this be translated into the Ho'oponopono way of thinking? Okay, so many people say, do we have a destiny? Yes. And I said, maybe we do, because you planned before you came, what you came to, we say, to make amends, to repair. But when things present to yourself, depends on your choices. If you choose to react, you have certain consequences. If you react to let go, you change your destiny. Yes? So the things are going to present to yourself because, yeah, they are predestined. But now depends on your reaction of what will happen next. So you actually can change your destiny. And the most important is you do not have to suffer while making amends or going through the lessons or the learnings. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen akkor itt arról is beszélünk, hogy meg van-e előre írva a sorsunk. És én erre azt szoktam mondani, hogy talán igen, hiszen előre eltervezzük mindannyian, hogy miért is érkezünk ebbe a világba, hogy mivel kell békét kötnünk, mi az, amit ki kell javítanunk. Azonban, ahogy az egyes dolgok, amelyekkel találkozunk, amelyekkel szembesülünk az előre eltervezett célunk, küldetésünk miatt megjelennek előttünk, mindig van választási lehetőségünk. Választhatjuk azt is, hogy mindenre reagálunk, és akkor természetesen ennek meg lesznek a következményei, de mindig úgy is dönthetünk, hogy mindent elengedünk, átadjuk Istennek az irányítást, és így a saját sorsunkat is meg tudjuk változtatni. Tehát igen, bizonyos dolgok elénk kerülnek az életünk folyamán, az előre meghatározott sorsunk miatt, de mindig dönthetünk úgy, hogy mindent elengedünk, és így akkor meg tudjuk változtatni a sorsunkat, és ami még nagyon fontos, hogy mindeközben az soha nincs sehol előreírva, hogy szenvednünk kellene, amíg ezeket a leckéket megtanuljuk, amíg elérjük azt, amiért ide érkeztünk. And I will put it to you this way. I tell parents, because parents many times say, "But you have to discipline kids, you know, you have to teach them." And I said, wouldn't it be wonderful to know, since you are a kid, that life is just consequences? You know, so it's not like our rewards and punishments, but it's like, okay, if you do this, this is the consequence. If you do that, this is the consequence. Because that's what life is all about, it's the decisions that we make. So I think that the sooner we learn this, the better. So as a kid, if I know that everything is just depends on my choices, I will make, I guess, better choices or more conscious choices. És amikor szülőkkel beszélgetek, nagyon sokszor azt hallom tőlük, hogy mert pedig egy gyermeket igenis fegyelmezni kell, és akkor megpróbálom nekik elmondani, hogy pedig nem lenne csodálatos egy gyermek számára, ha úgy nőhetne föl, hogy azt tanulja meg, hogy az élet az következmények sorozata, tehát hogy nem jutalmakból és büntetésekből tanul, hanem megtanulja, hogy bármit is tesz az életbe, annak következményei lesznek, tehát az élet tulajdonképpen választások és azok következményeinek sorozata, és azt gondolom, hogy ezt kellene a gyerekeknek megtanítani, és minél előbb mi megtanuljuk és megtanítjuk ezt a gyermekeinknek, annál jobb. No, so now I go through life, instead of blaming or seeing myself as a victim, I said, oh, depends on my choices, you know? Hiszen akkor ráébrednének és úgy tudnák élni az életüket, hogy ahelyett, hogy a problémákért mást hibáztatnának és áldozat szerepen tetszelegnének, tudnák, hogy igen, minden az én választásaimtól függ, és minden, ami történik, az ezeknek a következménye. De ha már a gyerekeknél járunk, nagyon sok olyan különleges gyerek születik most, van itt a környezetünkben, akik elképesztő tudással és intellektussal bírnak. Nagyon-nagyon okos gyerekek, vagy akár 10-12 éves gyerekek, akiket én látok. És azt vettem észre, hogy az iskolarendszer ezt az intellektust akarja erősíteni, hogy hihetetlenül jól képzett memóriagépeket akarnak gyártani, és sokszor talán egy kicsit fensőbbségesek is azok a gyerekek. Talán túlságosan is az intellektusra támaszkodnak. Miközben senki nem mondja meg nekik, hogy hogy kell szeretni. Mából az előbb a szülőket említette. Sokszor ezeknek a gyerekeknek a szülei, a nagyszülei sem tudják, hogyan kell szeretni, mert félnek szeretni. Akkor ki tanítja meg ezeket az egészen elképesztő intellektussal élő gyerekeket szeretni? Since you've mentioned kids, it came to my mind that I see more and more very special, intellectually special kids around me these days, and I mean like super intelligent kids, very young ones of the age of 2 or 3, but also a little older, like 10 to 12 years old, and I know a lot of these types of kids myself. And what I realize is that the school system actually really wants to make the best out of these kids, to bring out the best of them, and they're sort of building like memory machines, very well qualified, super intelligent memory machines. And sometimes these kids also, you know, like they also have the big face because of this. They become full of themselves because they know that they're so intelligent, and at the same time, it's occurred to me that they don't know how to love. And I've also realized that sometimes their parents and grandparents don't know how to express love or how to live love themselves, because they're afraid to love. And then my question is, who is going to teach these kids how to love if the parents won't and the school won't? Yeah. I learned a lot about that here in Budapest, because I went to visit a special school for autistic children, Down syndrome, and what I realized there was that these kids were happy kids. They were not asked to be somebody that they are not. And I realized that we normal kids that go to normal schools don't know how to love, don't know about happiness. So I think definitely school systems need to really change. Érdekes módon ezzel kapcsolatban egy budapesti élmény jut eszembe, mert néhány éve ellátogattam itt egy speciális nevelésű igényű gyerekek számára kialakított iskolába, ahol találkoztam sok autista és Down-szindrómás kisgyerekkel, és azt tapasztaltam meg a látogatás során, hogy boldogok ezek a gyerekek ott, mert nem vártak tőlük el sem olyasmit, amire ők nem voltak alkalmasak, nem kellett olyannak lenniük, amilyenek valójában nem. És akkor ezt összevetve a normális iskolában járó úgynevezett normális gyerekekkel, ott általában tényleg azt tapasztaljuk, hogy nem boldogok a gyerekek, és nem igazán tudják, hogy hogyan kell szeretni. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg nagy átalakuláson kellene átmenni az iskola rendszernek, hogy ez ne így legyen. Nothing that is developing the intellect will work anymore. And the thing is that these kids will somehow also wake up and connect more with love, will connect more with the feelings, will connect more with their wisdom. I think the intellect got confused with wisdom. The kids now are very wise, and sometimes wisdom is getting confused with knowledge. Hiszen manapság már nem lehet az intellektus fejlesztésével eredményeket elérni, nem arra kellene koncentrálni. És azt gondolom, hogy ezek a gyermekek is egy nap majd föl fognak ébredni, rá fognak ébredni az igazán fontos dolgokra, és tudnak majd kötődést kialakítani az érzéseikkel, a szeretettel, rá tudnak találni a bölcsességükre, hiszen az is nagyon fontos, hogy néha hajlamosak vagyunk összekeverni az intellektust és a bölcsességet, hiszen azt is el kell mondani, hogy nagyon sok rendkívül bolcs gyermek születik mostanában a világra, és azt gondolom, hogy nyilván ez az a vonulat, amire koncentrálnunk kellene. Nothing that is not truth, wisdom, or things like that is not gonna survive. We don't have to worry. Things are gonna fall by themselves because in this era, nothing that is not truth is not gonna survive. That's why all the things are coming out. Azt gondolom, hogy a mostani világban pontosan azért is történik ez a sok dolog, amit említettél, ahogy ráébresztem bennünket, és egyre világosabbá tegye, hogy már nem tud megmaradni, és nem tud fennmaradni semmi, ami nem a valóságot, az igazságot és a bölcsességet tükrözi. Aggódással és az intellektussal már nem tudunk semmit elérni. So from the Ho'oponopono point of view is the most important is that we don't engage, that we don't judge, that we just let go and allow God to correct, to erase. Tehát a Ho'oponopono vonatkozásában az a legfontosabb, hogy ne engedjük, hogy beszippancson bennünket mindez az intellektuális folyamat, hogy el tudjuk engedni az ítélkezést, és át tudjunk adni, elengedni mindent Istennek, hogy ő aztán javítson és töröljön, amit kell. We cannot solve this by ourselves. We do need God's help. But we can do it. Mert ezt önmagunk már nem tudjuk megoldani, ezeket a kialakult helyzeteket, csak Isten segítségével, de ő pedig segíteni fog. We have to go back to being humble. And realize that we need this help, but the help is inside of each one of us. Tehát muszáj megtalálnunk az alázatot önmagunkban, és felismernünk és elfogadnunk, hogy segítségre van szükségünk, viszont a segítség az mindannyiunkban ott van belül. Most az jutott eszembe, hogy büntetőjogászokkal, rendőrökkel volt alkalmam beszélgetni egy konferencia kapcsán, és az a személyes tapasztalatuk, hogy soha nem látott erőszak van most a világban. Teljesen öncélú erőszak, és most nem a háborús helyzetekről beszélek, hanem a mindennapi helyzetekről. Akár itt nálunk, akár bármely más országban. Kriminológusok sokasága foglalkozik azzal, hogy miért váltak ennyire erőszakossá az emberek, akár már gyerekek is, egyre fiatalabb és fiatalabb korban. Mi az az energia, ami Mabel szerint most jelen van, anélkül, hogy túlságosan ezoterikusan fejeznénk ki, mert nyilvánvalóan valamiféle harc zajlik a világban, de hogyan lehetne ezt valahogy gyakorlati szempontból megfogalmazni, hogy mi ez, ami történik? I had the chance to meet a lot of people working in law enforcement and in the penal organizations, and they've all told me that there's more aggression and violence going on in the world now than ever before, and there's a lot of criminologists working on this issue, trying to find out why we are seeing so much violence going on in the world. And even kids are becoming more and more violent. And my question would be, without becoming too esoteric or spiritual in the talk, but staying on the ground and remaining practical. What is the energy, do you think, in the world that's causing this these days? Well, definitely the kids are more sensitive than we used to be, so they can feel. Just to give you an example. They can feel teachers are not there because they want to be there. They are there because they need the money. They are working for the money. So kids are more sensitive, and they feel it. Tehát például a gyermekek esetében nagyon fontos, hogy sokkal érzékenyebbek ezek a gyermekek, a mai gyermekek, mint amilyenek mi voltunk. És például, ha az iskola rendszernél maradunk, akkor nagyon sokszor érzik azt, hogy a tanárok nem miattuk és értük vannak ott, hanem azért, mert pénzt kell keresniük, hogy megélhessenek. Again, things are coming up for us to take responsibility and to change. If these are not things that really get to us, we are not gonna wake up. That's why things are getting, like like you said, more aggressive or things, because look, otherwise we keep asleep and we are gonna keep doing what we always done, and it just cannot, we cannot go like this anymore. És mint már mondtam, minden azért történik, hogy felismerjük, hogy felelősséget kell vállalnunk, és változnunk kell, és minthogy a korábbi dolgok ezt nem érték el, egyre extrémebb behatásokra van szükségünk ahhoz, hogy végre felébredjünk, hiszen hogyha nem történnek ezek a rendkívül intenzív dolgok, akkor továbbra is csak aludnánk, nem ébrednénk föl, és folyamatosan ismételnénk azokat a dolgokat. So, that is showing me what is inside of me. I need to change. I'm waiting for, you know, out there to change. I need to change. When I change, that will change. 100% responsibility is very important. Mindez azt mutatja meg, hogy nekem belül kell megváltoznom, és nem pedig a külső dolgoktól várom a változást. Amint én megváltozom, és 100%-os felelősséget vállalok, ez mind kívül is meg fog változni. So, the most important is that we realize that it is possible, and it's up to us. But I have to tell you that as I travel the world, I think it was in Chile, a study in a university shows that we are, it's not true that we are worse. Statistically, shows that crime when is down, a lot of things are much down if you compare history. So it is relatively, you know, it depends on how you look at it, that we are, you know, that things are getting worse. So actually, if you look at history, actually we are getting better. So it's very relative, the way you see it. De nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy ez a változás lehetséges, és csak rajtunk múlik. És ugyanakkor azt még hozzátenném, hogy az utazásaim során egyébként nem is mindig ezt tapasztalom, és például Chilében, amikor voltam, beszámoltak nekem egy egyetemi tanulmányról, ami pontosan ezt kutatta, és az azt mutatta ki, hogy a statisztikai adatok nem támasztják alá, hogy egyre romlik a kriminológiai helyzet, tehát, hogy igazából minden relatív, és hogyha történelmi viszonylatban nézzük, akkor nem rosszabbak az fajta statisztikák, mint korábban, számos időszakban. So you can create your own statistics, you can create your own reality, and if you're at peace, the world will be at peace. But it starts with you. Úgyhogy igazából mindenki magában létrehozhatja a saját statisztikáját, a saját valóságát, és hogyha meg tudja találni a békéjét, akkor a körülötte lévő világ is békésebb lesz. If we engage with the fear, we don't have a chance. We are gonna all go down. De hogyha átadjuk magunkat a félelemnek, hogyha hagyjuk, hogy az uralkodjon, akkor onnantól valóban minden lehetőségünk elvezet, és el fogunk veszni mindannyian. We have to know that the power is inside of us and we can change it. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy bennünk van az az erő, amivel ezt meg tudjuk változtatni. And it all depends on our choices. És mindez a mindennapokban meghozott választásainkon múlik. Egy pillanatra visszatérnék még az autistákhoz. Azt mondják, hogy ha egy téma, egy kérdés az embert néhány héten, hónapon belül sokszor megtalálja, akkor azzal foglalkoznia kell, mert ez is jelzés, és engem nagyon sokszor megtalált az autista téma az elmúlt hónapokban. Azon tűnődtem, hogy miért van az, hogy egyre több és több autistaként számon tartott gyerekkel foglalkoznak különböző szakintézmények. Valóban növekedett a számuk, vagy egyszerűen csak mi sorolunk be egyre több gyereket, aki ilyen-olyan magatartászavarral, vagy figyelemzavarral, vagy bármi más problémával küzd. És hogyha tényleg növekedett a számuk, akkor ennek mi az üzenete? Hiszen ezek a gyerekek, nem mindegyik persze, de sokszor teljesen a saját világukban élnek. Miért van ez? Mire jó ez, hogy valaki ennyire bezárva egy elefántcsontoronyban éli az életét? And staying a little longer with the topic of autism that you mentioned, I've heard before that if there's a topic or an issue that keeps coming back to you for weeks and months, then it means that you have something to do with that topic or issue, you have something, you should be working on it. And for some reason, the topic of autism has presented itself very often to me lately. And I've also been thinking about it, and I think that it's very interesting that there are more and more children or people diagnosed as, or diagnosed on, to be on the autism spectrum for some reason. And I was wondering if there are really more and more people on the autism spectrum, or are we just classifying more and more kids with behavior problems or attention deficit problems as being on the autism spectrum? And if there are really more kids with autism, then what can be the message of this? Because, you know, a lot of these kids really live sort of like in their own little world, totally closed off from the outside world. What can be the message of that? Okay, this is a topic that I love especially too, and it comes to me too a lot. First of all, we label everything that is different. Yeah. So we call it autism, we call it this or that. I mean, because it's different. So that's the first thing. I actually have autistic children coming to my seminars, so and I'm learning from them. Yeah. Ez egy olyan téma, ami az én szívemhez is nagyon közel áll, és én is nagyon sokszor szembetalálom magam ezzel a témával. Hát azt gondolom, talán azzal kezdeném, hogy ugye hajlamosak vagyunk mindent felcímkézni mi emberek, ami kicsit is más, vagy autizmusként, vagy számos más címkét kitaláltunk már, és nagyon sokszor az autista gyermekeket is felcímkézzük így vagy úgy, és egyébként azért is érdekel engem annyira ez a téma, mert nagyon sokszor autista gyermekek is eljönnek a szemináriumaimra. I'm actually writing a book with an autistic child in Argentina. Her mother was told that she would never walk, she would never speak or anything. So everything is so relative, yeah? So again, depends if you engage, it depends if you believe the diagnostics, yes, the choices. These are kids that are really very, very connected with who they really are. No, not like us, you know, that we are so much into our intellect. És érdekes módon egyébként pont egy könyvben dolgozom Argentínában, amit egy autista kislánnyal írunk közösen, akinek egyébként az édesanyjának azt mondták a születése után, hogy sohasem fog se beszélni, se járni, és hát nem így történt, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy minden mennyire relatív, és hogy a történések mennyire a döntésünk függvényei, hogy elhisszük-e az orvosok diagnózisát és projekcióit, vagy pedig megyünk tovább a saját utunkon. És egyébként az autista gyermekek, úgy gondolom, hogy egyszerűen csak rendkívüli módon mélyen tudnak kapcsolódni a saját valós lényükkel, és nem pedig annyira az intellektusuk mozgatja őket. So I asked her to talk via Skype to my students in Cancún, Mexico. When I was giving the seminar, I connected her from Argentina and she talked to them. And because I asked her, I said, how do you connect with your inner child? And she said, oh, that's easy, Mabel. You talk with love. You just call her with love and she comes. And I said, that's easy for you. But for an adult, that's not that easy. És az egyik szemináriumomon Mexikóban, Cancúnban, amit nemrég tartottam, Skype-on kapcsolódott is hozzánk, ez az autista kislány Argentínából, és föltettem neki a kérdést, hogy hogyan tud kapcsolatba lépni a belső gyermekéhez, és ő rögtön mondta, hogy hát ez nagyon egyszerű, egyszerűen csak szeretettel szólok hozzá, és már ott is van, és mondtam is neki, hogy ez neked nagyon egyszerű, de nekünk felnőtteknek ez nem annyira könnyű. Another autistic child told me, oh, Mabel, thank you, because today I was able to talk to this part of me. I always saw this part of me, but I didn't know. It was my inner child, and today I was able to connect and talk to this part of me. But now, you know, as adults, hard for us, yeah, because we became so intellectual and we think we know. Egy másik autista kisgyermek pedig megköszönte nekem, mondta, hogy Mabel, annyira köszönöm, hogy segítettél, mert ezt a valakit én mindig is láttam magamban, de nem tudtam, hogy ez a belső gyermekem, és nem tudtam, hogy beszélni is tudok hozzá. De most, hogy ebben segítettél, mert tudok vele kapcsolódni és beszélgetni is vele, úgyhogy számukra ez sokkal könnyebb, mint számunkra, akik annyira az intellektuálisunkban veszünk már el nap mint nap, hogy nagyon nehéz ezt megtanulnunk. So who's right? Who knows? Maybe we have to put these other kids that you said that are so intelligent. We should create a school where these very intelligent kids go with these autistic, because I think they have to learn from each other. Yes? There is no such thing as we know it all, or that we are perfect. Úgyhogy ki tudja, hogy kinek van igaza, vagy hogy fontos ez, de talán például nem lenne rossz ötlet ezeket a szuperintelligens gyerekeket összehozni akár egy iskolában az autista gyerekekkel. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tudnának egymásnak adni és tanítani, hiszen nincsen olyan, aki mindent tud, vagy tökéletes. De akár az állatokat is nagyon jól lehet. Például az autisztikusnak tartott gyerekek terápiájában segítségként használni. A lóterápia, a kutyaterápia is ilyen. Nagyon érdekes az ő kapcsolódásuk, hogy mennyire egyszerűen, mennyire tökéletesen tud összekapcsolódni mondjuk egy ló, vagy egy kutya és egy kisgyerek. Nemrég a kisebbik fiam mondta, hogy a kutyánk mondta neki, hogy fáj a lába. És én mosolyogtam magamban, hogy hát persze, a kisgyerek sokféleképpen beszélget a környezetével, néhány napon belül tényleg begyulladt a lába, és el kellett vinni orvoshoz. Nagyon érdekes ez a kommunikáció. Vajon meddig ilyen tiszta ez a csatorna a gyerekekben? And I think that, you know, staying with the topic of autism and children and animals, I think is very interesting, because animals, especially maybe horses and dogs, are known to be a great help to connect with autistic children. And the connection between them is beautiful and simple and perfect. And I think the same or very similar type of connection can be observed between small children and pets. For example, my younger son told me recently that our dog had told him that his leg was in pain, was hurting. And I was smiling to myself, you know, like, yeah, of course. And then a couple of days later, actually, the dog had really got an inflammation, or that's when it presented itself in the very same leg. So there was communication there, and I was wondering to what age is this channel between children and or inside children that they can communicate with, for example, animals, is so clear and open. How beautiful! I love it. Thank you for sharing that. Ez csodálatos élmény. Nagyon köszönöm, hogy elmondtad. I hope you encourage her or him, not to close that. That's a gift that we all have, but then, you know, we close it because we don't want to be different. We don't want to be sent to a special school. Remélem, hogy megdicsérted és hogy bátorítod az ilyen közléseit, mert ugye ez tényleg egy ajándék, ami mindannyiunkban megvan még egy bizonyos pontig, de aztán sajnos ezeket a csatornákat szép lassan bezárjuk, mert nem akarjuk, hogy azt gondolják rólunk, hogy mások vagyunk, és aztán esetleg egy speciális iskolába küldjenek bennünket. I went to a preschool in Mexico where the teachers practice Ho'oponopono, so they invited me to school, and I asked the kids, how many of you talk to the table? And most of them raised their hand. I said, how many of you have an invisible friend? Most of them raised their hand, and they told me stories. Ez teljesen összecseng például a mexikói élményemmel, amikor egy óvodába, iskolai előkészítő csoportba látogattunk el, és megkérdeztem a gyermekektől, hogy hányan beszélnek az asztalhoz, vagy az asztallal, vagy hánynak van képzeletbeli barátja, és nagyon sokan, a legtöbben közülük feltették a kezüket. We should encourage kids to keep that connection instead of medicating them too close. És azt gondolom, nagyon fontos, hogy ezt a fajta kapcsolódást erősíteni kell a gyermekekbe, erre biztatni kell őket, hogy ezt merjék megélni, ahelyett, ami nagyon sokszor történik, hogy orvosságokkal próbálják gyógyszerezni a gyerekeket, és úgy elérni, hogy ezekről a csatornákról ne beszéljenek többet. I personally found out not long ago that horses are very wise animals, and they are actually teachers, and they are actually healers. I had an experience myself in Los Angeles not long ago. I didn't even know. Én magam is nemrég egy személyes élményen keresztül döbbentem rá, hogy mennyire bölcs állatok is a lovak, hogy igazából tanítók és gyógyítók, akik jelen vannak köztünk. Los Angelesben történt velem egy ilyen megtapasztalás. I learned a lot from my experience. Amiből én is nagyon sokat tanultam. So I think again we all have that connection that if we lost it, we should really open up to the possibility of listening to tables, of listening to animals, and encouraging our kids to be open and stay open to that. És azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy legalább a lehetőségét ennek elfogadjuk, hogy van ilyenfajta kapcsolódás és kommunikáció, és esetleg újra megnyíljunk, és értővé váljunk e felé, és hogy mindenképpen a gyermekeinkbe bátorítsuk ezt a fajta kapcsolódást. More than 10 years with my teacher that taught me this Ho'oponopono, and that he could see and he could hear, and that's what made me humble. Because I used to think that I knew and that I was very smart. And then, you know, being with somebody that could see and hear made me really humble because I really realized I didn't know anything. Én amikor 10 évet töltöttem a Ho'oponopono mesteremmel, és megtapasztaltam, hogy mennyi mindent lát és hall, amit körülötte senki más, és ez az, ami teljes alázatra tanított, hiszen előtte azt hittem, hogy rendkívül okos vagyok és mindent tudok, és amikor láttam, hogy ő mi mindent lát és hall, ami igazán fontos, és amit mások nem, akkor fel kellett ismernem, hogy egyáltalán semmit sem tudok. See, nothing is what we think it is, because our intellect doesn't know anything. So the smarts, the intelligence, the knowledge, it doesn't do anything to us. That's not where truth lies, and we really don't know anything. És el kell fogadnunk, hogy igazából semmi sem az, aminek gondoljuk, hiszen az intellektusunk semmit sem tud. És innentől kezdve az, hogy valaki okos vagy intelligens, igazából egyáltalán nem fontos, nincs jelentősége, hiszen az igazság az nem ezekben az aspektusokban rejtőzik. So it's imperative that we go to the wise part of us. We all have that wisdom inside of us that comes from God, divinity, the Creator, nature, whatever you want to call it. And that's what we need to tap into. And that's what Ho'oponopono does. Is let's come from inspiration, not memories, not knowledge. Úgyhogy nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy, hogy az intellektus helyett ezt a bölcsességet, a bölcs részünket próbáljuk megkeresni önmagunkban, az Istent, Istenséget, a természetet, kreativitást, mindegy, hogy teljesen, hogy minek nevezzük. Erre tanít a Ho'oponopono, hogy megpróbáljunk az inspirációból működni és élni, ne pedig az intellektusból és az emlékékből. Inspiration can resolve all our problems. It has all the solutions to everything that is happening right now. Hiszen az inspirációban megvan a válasz és a megoldás minden problémára, ami a világban ma tapasztalható. Istent említetted, és eszembe jutott, hogy belekeveredtem egy hitvitába, különböző felekezetekhez tartozó fiatalokkal, és talán egy kicsit versengtünk is egymással, hogy ki hisz jobban Istenben, és azt hogyan lehet bizonyítani. Nyilván mindenki a maga közösségét erősítve. Én közösségeken kívül, tehát egyetlen egyházhoz sem tartozva mondtam azt, hogy szerintem a hitet nem lehet átadni. Hogy ez egy egyéni tapasztalás, vagy semmilyen tapasztalás nem lesz. Egyébként ez egy nagyon felemelő vita volt. És végül azt kérdeztük egymástól, hogy kinek milyen istenélménye volt. És én azt mondtam, hogy az egyik legjobb, vagy legszebb istenélményem az volt, amikor egy tragédia után képtelen voltam felemelkedni a szomorúságomból, és fizikailag is, mentálisan is nagyon mélyre kerültem. És egyszerűen csak azt mondtam, hogy segítsen nekem a teremtő, vagy a forrás, vagy a legfelsőbb tudat. És olyan volt, mint egy érintés. Mint amikor az embernek megérintik a vállát, és egyszerűen csak elszáll belőle minden fájdalom. Az az Isten hit, amiről Mábel beszél. Hogyan tapasztalható, meg mit mondanak azok, akik részt vesznek a szemináriumon? Since you mentioned God, I was recently involved in a debate about religions and faith with some young people, and I guess I have to admit that there also was some competition involved. We were trying to outdo one another, so that, you know, in who has more belief and how can it be proven that one religion is better than the other. And I wasn't really representing any religion, just, you know, God and believing itself. And I was saying to the others that I don't think that faith can be, you know, taught or transferred from one person to the other, or you can be convinced to believe in something. It has to come from personal experience. And then we were asking each other, everyone, to share a sort of like a God experience, what was the best time or most beautiful time when we experienced God. And I was telling the others that what happened to me was following a personal tragedy, when I felt totally unable to even move, to rise above my pain and my physical and mental suffering. And then there came a point where I gave it all to God, and I asked the Creator or the Source or the Higher Spirit to give me help. And then it was almost as if I felt a physical touch, a soft physical touch on my shoulder, and I felt all my pain just like leave my body, fly away from me. So how would you describe the kind of faith in God that people visiting your seminars go through or experience, or how do they describe it? I was hoping you wouldn't make me cry this time. Reméltem, hogy ez alkalommal nem rikadsz meg. You have that gift. Huh? Okay, so first of all, let's say that Ho'oponopono is not a religion. Okay, that spirituality has nothing to do with religion, it's above all religions. Hát ez is egy ajándék, amit te kaptál, és hát talán avval kezdeném mindenképpen, hogy a Ho'oponopono semmiképp sem egy vallás, és a spiritualitásnak egyébként sincs semmi köze a valláshoz, ez annál sokkal több és sokkal messzebbre mutat. Religions create wars. It makes us different, separates. Spirituality unites. The spirituality makes us family. The spirituality brings peace. Hiszen a vallások háborúkat robbantanak ki, a másságot gerjesztik bennünk, és elválasztanak egymástól, még a spiritualitás összefog bennünket, összehoz bennünket, családot alkot a világból, és a békét hozza el. That you are religious doesn't mean you believe, or that you have faith. You might be religious for the wrong reasons. Fear, tradition, what other people think, whatever, you know, different reason. És az, hogy valaki vallásos, semmiképpen sem jelenti feltétlenül, hogy hisz is, hogy megtalálta a hitét. Nagyon sokszor egészen más okok miatt hiszik vallásosnak magukat az emberek, akár félelemből, vagy hagyománytiszteletből, vagy azért, mert mások ezt várják el tőlük. And for me, I started believing in experiences similar to the one that you described. Through Ho'oponopono, I decided to start trusting more, believing more, letting go more, asking for help more, and I saw the results. I also felt somehow the help. Én is tulajdonképpen a Thierryhez hasonló élményeken keresztül találtam meg a hitemet, a Ho'oponopono segítségével, hiszen ennek segítségével kezdtem el jobban bízni, jobban hinni, sokkal inkább elengedni, és ezáltal váltam képessé a segítségkérésre. És amikor ezt a segítséget rendre meg is kaptam, ez alakította ki a most bennem lévő hitet. I realized I was not alone. Hiszen felismertem, hogy nem vagyok egyedül. You have to ask for the help. The help cannot come unless you ask for it. And Ho'oponopono is a way of asking for the help. Nagyon fontos, hogy tudjunk segítséget kérni, hiszen anélkül nem tudjuk megkapni, csak hogyha felismerjük, hogy szükségünk van rá, is tudunk kérni, és a Ho'oponopono tulajdonképpen ez a segítségkérésnek a módszere. So, it's universal law. When you ask for the help, it's not like it says, oh no, you know, now I'm siesta time, I'm the holiday, or I close, come back tomorrow. No, it's always there, 24 hours a day. És egyetemes törvény, hogyha segítséget kérünk, akkor olyan választ biztos, hogy nem kapunk, hogy most nem érek rá, mert siestázom, vagy nyaralok, vagy most éppen zárva vagyok. You have to become humble and ask for the help. And you will feel it, or you will see it, or maybe you won't feel it, or you won't see it, but you have to know that the help always comes. And you have to keep letting go, and keep asking, and keep trusting. Úgyhogy ezt az alázatot kell megtalálnunk magunkban, hogy tudjunk segítséget kérni, és hogyha tudunk, akkor érezni is fogjuk, vagy látni is fogjuk ezt a segítséget. Persze az is előfordulhat, hogy nem érezzük, vagy nem látjuk, de akkor nagyon fontos, hogy meglegyen az a bizalmunk, hogy tudjuk, hogy a segítséget akkor is megkaptuk, és folyamatosan tudjunk elengedni, segítséget kérni és bízni. Now don't wait for situations so hard on you or something. You can ask for the help, for the dog, for everything, everyday things. It doesn't have to be something so terrible to ask for help. You can always ask for it. For everyday stuff. Hogy a legnagyobb tragédiákat megvárjuk a segítségkéréssel. Lehet teljesen mindennapi dolgokban is segítséget kérni, mint például a kutya lábával és így tovább. It's always there. A segítség mindig ott van. For the asking. Ha kérjük. Az utolsó kérdésként talán meglepő lesz majd a felvetésem, de annyit beszélünk arról, hogy a nők mennyire alávetett helyzetben vannak szerte a világban, hogy küzdenek a jogaikért, hogy nem élhetik meg azt az ősi teremtő energiát, amit képviselniük kellene a világban. És kevesebbet beszélünk arról, hogy a férfiak pont ugyanúgy nem tudják megélni ezeket a teremtő energiákat, és minden eltorzul. Hogyan tudja egy nő jól támogatni a férfit? And as a last question, it may be a surprising thought for me, but there's so much talk about the inequality between men and women and how suppressed women are in many parts of the world still today, and how they're still fighting for their God-given rights, and they can't really live to be the ancient creative energy that they should be. But there's a lot less talk about men also being more and more deprived of this right to be the creative, ancient creative energy that they are and they should be. So what can a woman do to be supportive of this creative energy in men? Interesting. So I'm gonna share something. Last year in the seminar here in Budapest, somebody asked me, why all women here? Mostly in my seminars, mostly women. Érdekes kérdés. És tulajdonképpen valamiért most a tavalyi budapesti szeminárium jutott eszembe, amikor valaki föltette nekem a kérdést, hogy miért nagyrészt nők vannak a szemináriumaimon. And the answer that came was very interesting, because it says who are the ones that are always holding the pain, that cannot forget, that cannot forgive, you know, and also that spends most of the time with the kids and are an example, yeah, for future generations. És a válasz, ami a sugallattal érkezett, nagyon érdekes volt, és azt mondtam, hogy hát ki is azok, akik általában a fájdalmat nem tudják elengedni, nem tudjanak felejteni, megbocsátani, és akik az idejük elég nagy részét a gyerekekkel töltik, és nagyon sokáig példaképként állnak a gyerekek előtt, a jövő nemzedék előtt. So it's very important for us women to find our balance, to be at peace ourselves, and if we are at peace, we are not gonna go into competition with men, and we are gonna start respecting men and admiring them. That's our job as women, yes? To respect them and admiring them so that they can give us the best of themselves. Tehát nagyon fontos így nőként is, tehát, hogy megtaláljuk a belső egyensúlyunkat és békénket, hiszen hogyha békében vagyunk magunkkal, akkor nem fogjuk annak szükségét érezni, hogy folyamatosan versengjünk a férfiakkal is, és elkezdjük őket majd tisztelni és csodálni azért, amik ők valójában, és hogyha ezt el tudjuk érni, akkor ezáltal képessé tesszük őket is arra, hogy a legjobbjukat nyújtsák nekünk. So we got confused about this, oh yeah, we have to regain our power, yes, we have to reconnect with who we really are and our gifts, but also recognize that we are different, and we are here for different things, so there is no reason for competition or trying to be better than them.